Falusi hangulat Nyíregyháza belvárosában. Idén is hagyományos ízek és illatok várták a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár látogatóit. 70 vármegyei közfoglalkoztató mutatta be standjain a járás és tartmunka mintaprogramokban előállított helyi termékeit. Vámosorosziban például az állattenyésztés és zöldségtermesztés mellett házias száraz tésztát is előállítanak. Én úgy hiszem, hogy most 70 település van a 128 településből, aki kiállított, illetve mi Fehérgyarmati kis térségünkből vagyunk itt 18-an. Ott annyit kell tudni, hogy 50 főből vagyunk 18-an, szerintem miénk a legnépesebb járás. Én úgy gondolom, hogy mindenki kitesz magáért, mindenki meg akarja mutatni magát és híreit vinni a településének, mi is ennek reményében akarjuk ezt a mai napot eltölteni. A rendezvényt a Vármegyei Kormányhivatal 6. alkalommal szervezte meg. Román István főispán elmondta, 2014-ben mintegy 60 000 közfoglalkoztatott volt a vármegyében, a nyilvántartottak száma pedig az elmúlt 9 évben a harmadára csökkent. A mintaprogramok településenként eltérőek, hiszen, mint mondta, helyi sajátosságokra épülnek, ezekhez pedig minden támogatást biztosítanak a pályázóknak. A szociális területtől, a mezőgazdaságin keresztül, akár az iparos világ irányába, ez egy rendkívül széles paletta. Itt amikor a döntések megszületnek arról, hogy egy-egy mintaprogram támogatásra kerüljön, akkor nyilvánvalóan megvizsgáljuk ennek a megalapozottságát. Meg ami nagyon fontos a mintaprogramoknál, hogy ezeknél a típusú támogatásoknál az önkormányzatok számára nem csak a közfoglalkoztatói munkabért és járulékait biztosítjuk, hanem a szükséges eszközök beszerzéséhez is a fedezetet. Így lehet az, hogy munkagépeket és különböző eszközöket meg tudnak vásárolni az önkormányzatok. Így gyakorlatilag rendelkezésre állnak azok az eszközök is, amivel azt az adott programot el tudják végezni. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár a Vármegyével kapcsolatban kiemelte, 2011-től az új típusú közfoglalkoztatási programok elindulásától közel 405 milliárd forintot használtak fel a programok megvalósításához ebben a térségben. A forrásokat országos szinten már a jövő évi büdzsében is meghatározták. 117 milliárd forint az idei keretünk, és 125 milliárd forint van a költségvetésben a jövő esztendőben. Volt olyan esztendő, hogy 300 milliárd forint fölött volt, 326 milliárd forint volt a közfoglalkoztatási előirányzat, ami akkor közel a GDP 1%-a volt. Nyilván ez azokban az időkben volt, amikor a gazdasági válságnak a jelentős nyomai látszottak az, hogy foglalkoztatáspolitikán, akkor a kormányoknak nyilvánvalóan van feladata, a hátrányos helyzetű nyílt piacon elhelyezkedő nem tudó személyeknek munkát biztosítani, értékteremtő munkát, akkor nagyon-nagyon magas volt 2015 és 2016-ban ez az előirányzat, de azt vesszük észre, hogy 2016-tól folyamatosan csökken. A rendezvényen bronz, ezüst és aranyfokozatú termékdíjakat is átadtak. Idén a dobogó 3. fokára a nyírjákóiak állhattak, ahol névre szóló babakelengyét készítenek az újszülötteknek. A dombrádiak a helyi fokhagymakrémmel ezüstfokozatot, míg a fábiánháziak különleges szőlőlekvárjukért aranyfokozatú elismerést vehettek át.